Köszöntöm kedves nézőinket, Önök kulturális magazinunkat látják. Január 17-én a Nicolas Schöffer Múzeumban megrendezett dr. Bereznai Zsuzsanna és Schön Mária könyvbemutatóján vehetett részt a nagy közönség, ahol egyúttal megtekinthették a Szalai Sándor grafikáiból készült vándorkiállítást is. Fel a szem, mint hív. Kalocsai Német Önkormányzat érdeme, hogy megrendezésre kerülhetett városunkban Szalai Sándor grafikáiból a Hajós és Vágparasság sorsa 1938 és 1954 között a Málay Kéh Robot lokális eseményei alapján című vándorkiállítása, és ezzel egybekötve bemutatásra kerülhetett dr. Bereznai Zsuzsanna és Schön Mária Könnyek népe című könyve. A könyvben 14 fejezet van, amelyek ezeket a sorozatokat leírják. Katonai szolgálatok a II. Világháborúban, évekig fogolytáborban való létezés. 44 elejétől kezdve a Délbácskában élő németek és magyarok menekülése, Tito üldözése elől néhány család hajósra is elkerült. Kényszersorozás a német hadseregbe 1944. augusztusától, természetesen megkapták a bélyeget, amelyet ki lehetett írtani onnan véres szenvedéssel. Azután elhurcolás a Kalocsai, ide a Kalocsai Tolonctáborban 45 május végén, aztán a telepesek, tehát az alföldi szegény paraszti rétegek, nincs telen paraszti rétegek honfoglalása a sváb településeken, hajóson a Tolonctáborba való behurcolás másnapjától. Tehát történt az ő házfoglalásuk. Aztán 47 tavaszán rátelepít, vagy 46-ban rátelepítettek három dunántúli magyar falut, német falut hajósra, hajós lakosságára. A hajósiakat meg a változatosság kedvére akkor elvitték Vaskútra, Csátaljára, tehát ezekbe a német településekre. A nagy kitelepítés 47 augusztusától, ez volt a Németországba való kitelepítés. Aztán voltak az 51. november 30-án a hajóshoz tartozó érsekhalmáról három családot, magyar családot. Az egyiknek 7 gyermeke volt. Hortobágyra a 12 kulák tábor egyikébe, Tedejre. Aztán hazajöttek 2,5 év után a hortobágyi táborból,
és az utolsó hajósiak valamilyen rabságból és kényszermunkatáborból 54-ben értek haza. Most erről szól a könyv. Azt mondják a hajósiak, hogy sírás nélkül nem lehet elolvasni. Az első döbbenet a hajósiakra 44 karácsony másnapján szakadt rá, a szemérmetlen módon kis robotnak nevezett Málenki robotra tépték ki a családból a 17 és 40 év közötti férfiakat, a nőket 18-tól 30 éves korukig. Az emberek összefogdottsága januárban és februárban történt. Mondván, hogy hát csak 3 hétre, vagy csak 3 hónapra, és nem is valahová máshová, hanem csak itt Magyarországon. Szegény Huber Juli néni nem volt a listán. De hogy ne kelljen a barátnőjének egyedül mennie, önként jelentkezett. Különben is kiszámította, ha januárban ennyi időre elviszik, 9-én vitték hajósról az elsőket Halasra, onnan vitték őket a Szovjetunióba, addig ott raboskodtak a városában. Tehát ha januárban ennyi időre elviszik, éppen hazaérmére elkezdődnek a családja tavaszi munkái. A mindmáig bizonytalan statisztikák szerint 600 hajósi társa lett, 500 férfi és 100 nő a donyeci táborokban, különböző táborokban. A következő sok 3 hónappal később következett be, 44 december utántól kezdődően, 45 május végén, amikor az embereket családostul elhurcolták a kalucsai tolonctáborba, amely érthetetlen módon egyedül a hajósi németségnek készült. Tehát oda se magyarok, se hajóshoz közel lévő sváb települések lakói nem kerültek el, nem is kívántam volna, és szerintem senki más nem is kívánta volna neki. És ide bekerültek vegyesen csecsemőkortól a nagyszülők korosztályáig. Sauter Ferencné Fiedler Judit, az egyik tiszteletre méltó krónikásunk, 420 főt számlált. A hajósiak azt a magyarázatát fogadják el hitelesnek, hogy hajós népét a kalocsai járás sújtotta ezzel a büntetéssel, míg császártöltés a kiskörösi járáshoz, nemes nádudvara vajaihoz tartozva, azok védelmében részesült. 3 hónap múltán, augusztus végén felszámolták a tábort, előbb akkor mehettek haza, valaki kiváltotta őket. Disznókkal, élelmiszerekkel, sonkákkal, stb. Ha nem váltotta ki őket senki családtag vagy rokon, akkor maradtak eddig a napig. Mire hazaértek, nem volt hazájuk, nem volt otthonuk. Mert a kitoloncolásuk másnapján már megjelentek az Alföld agrárproletáriai, róluk is egy pár szót. Őket, a telepeseket nem a politika kényszerítette a sváb falvakba, hanem önszántukból jöttek házat és földet foglalni. A sváb falvak gazdagsága vonzotta őket. A házfoglalással természetszerűleg együtt járt, ugyanis a kitelepített sváb teljes ingó és ingatlan vagyonának birtokba vétele. Ha ebédre érkeztek, akkor megették a frissen főtt ételt, és elzavarták a családot onnan. Ahogy kitelepítették a hajósiakat, másnap már jöttek a kézbe és a készre. Fegyveres nemzetőrök kíséretében, durongókkal felfegyverkezve, hangos szóval jelszavakat skandálva járták az utcákat, magyaroknak kenyeret, sváboknak kötelet. Vagy földet, kenyeret, fasisztának kötelet. Vagy házat, földet nem adunk, inkább kapát, kaszát ragolódunk. Tényleg úgy jártak az utcákon. Vagy bundistáknak, fasisztáknak 5 perc az élet, 5 perc és nincs tovább. Hajósra, Kiskunhalasról, Bócsáról, Kecerről, Kalocsáról, Miskéről, Fajszról, Pirtóról, Szankról, Fehértóról, Családról, Ókécskéről, stb. Érkeztek. Mikor fölélték az ingyen az ülükbe hullott vagyont, és a vagyont újra kellett volna termelniük, de termelési tapasztalataik és munkakedvük nem lévén,
A földjeik, szőlőik fokozatosan elvadultak, ők maguk visszaszegényedtek, akkor 56 tájékára 4-5 család kivételével szinte észrevétlenül mind elmentek, vagy vissza a homokvilágba, vagy pedig Sztálin város felépítéséhez. Az írónő elmondta, hogy hatalmas inspiráció volt számára a mű megírásában édesanyja, aki elmesélte, mi is történt valójában abban az időben. A könyv egy pályázat segítségével jöhetett létre, melynek célja, hogy a túlélők elmesélhessék nekünk, hogyan is hurcolták el és kényszerítették munkára a svábokat idegen földön. Anélkül, hogy én kérdeztem volna, a hajósiak mindig meséltek nekem erről. És elengedtem a fülem mellett 2 évtizedig. Aztán egyszer csak jött egy férfi, 90-hez közelebb, mint a 80-hoz, aki azt mondta, hogy ő most már szeretne eljönni hozzám, és szeretné mindazt elmondani, ami ő vele történt. És tényleg 3 kazettára való anyagot elmondott nekem. És akkor most ugye a Magyarország ünnepli ezt a kitelepítéseket, málenki robotokat, tehát ezt az egész világháború utáni, meg alatti zűrzavart, és tehát pályázatokat írt ki ilyen jellegű könyvekre. Na most volt egy családból fakadó ösztönzés is. Amikor az édesanyám olvasott valami írásokat, erről a korról, erről a 10 évről, amiről a könyv körülbelül szól, tehát 38 és 54 között, akkor az édesanyám mindig azt mondta, hogy ez nem így volt, ez nem, így nem igaz, ahogy le van írva. És most ez fantasztikus ösztönzést adott arra, hogy ha egyszer belefogunk, és erre akkor ösztönzés a Bereznai Zsuzsanna adott nekem. Tehát ő a Kecskeméti Múzeumnak a főmúzeológusa, Katona József Múzeumban, és ő beszélt rá erre a témára, tehát én magamtól lehet, hogy nem írtam volna meg, de amikor ez az ötlet fölvetődött, vagy ez a muszáj, hogy muszáj valakinek megírni, akkor én mindig hallottam édesanyámnak a hangját, hogy próbáljunk meg akkor egy olyan könyvet írni, amire édesanyám azt mondaná, hogy lányom, ez így igaz, ahogy ti megírtátok, ez így igaz. Most ahhoz, hogy addigra édesanyám nem élt, de ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, egy ilyen vastag könyvet kellett írni. Tehát amelyben 14 fejezetben, tehát 14 fajta témában leírtuk azokat az élethelyzeteket, azokat a család élethelyzeteket, amelyekbe nem csak a hajósi nép, hanem a magyarországi svábság, sőt a Magyarország összes lakosa belekerült ezek alatt az évek alatt. Hogy megmutassuk, tehát teljesen körbejárva a témát, megmutassuk, hogy itt mi minden történt, és mennyi szenvedés történt. Teljesen indokolatlanul, teljesen értelmetlenül. Tehát amit soha nem lehet megérteni, miért van a bűnözésnek, a bűnnek, a gyilkolásnak, a háborúknak annyi anyagi ráfordítása, annyi pénze, amivel rombolni lehet egy pillanat alatt, tehát szétzúzni népeket, nemzeteket, épített dolgokat. Mennyivel másabb volna a világunk, hogyha ezt a rettenetes nagy energiát, amit szintén az emberek, tehát a fegyverekre fordított energiát építő munkára használnánk fel. Tehát egyszerűen ez egy érthetetlen dolog, és hát meg kellett írni. A Bereznai Zsuzsannával írtuk a könyvet,
részt vett a munkában még Hajogos Csaba, ugyancsak a Kecskeméti Múzeumnak a munkatársa. Ő 20-nál is több filmet forgatott Hajóson. És megengedte azt, hogy az ő anyagát is felhasználjuk. Tehát én kerestem neki az embereket, én ott voltam minden fölvételen, mert ezt kérték tőlem a hajósiak, hogy legyek ott, és ő akkor cserébe ezt az egész anyagát ideadta. És amikor összeállt az írás, Bereznai Zsuzsanna megfogalmazásában, akkor fölkértük a Szalai Sándort, hogy készítsen a könyvhöz illusztrációkat. És hát aztán kinőtt belőle egy vándorkiállítás. Tehát ami eredeti szándékainkban nem is volt elképzelésem, csak akkor kinagyította a képeket, kaptunk rá pályázati pénzeket, és lett belőle egy vándorkiállítás, amely rögtön a könyv megjelenése után elindult itt az országban, és reméljük, hogy még nagyon sok helyre el fog jutni. És köszönjük Kalocsának, hogy ők is befogadták ezt a kiállítást. Én úgy látom, hogy még nagyon-nagyon sok ember nem tud ezekről a dolgokról, amelyek megtörténtek. Most addig, ameddig nem kapja kezébe ezeket a könyveket, vagy nem beszél olyan emberekkel, akik átélték ezeket az eseményeket, mindegy, hogy magyar, vagy pedig német, vagy más nemzetiségű, addig nem is tudhat róla. Most már igen, hogy van országos visszhangja, országos publikálása ezeknek a történelmi, és kutatása ezeknek a történelmi eseményeknek. Mi a Bereznai Zsuzsannával és a Szalai Sándorral most innen kilépünk, viszont ígérete van Hajogos Csabának, hogy megírja a második kötetét, a folytatását, tehát a könyvünknek. Nem tudjuk, hogy majd mi lesz a címe annak. Levéltári kutatások nyomán, hogy kikutatja a hajósiaknak a szétszóródását, merre mindenfelé szóródtak szét. Meglepődve hallottam tőle, hogy még Nagy Bányára is vittek hajósról munkaszolgálatba embereket. Az ember nem is gondolta volna, hogy a vonatok időnként megálltak, vagy eleve oda mentek, hogy elpotyogtatták kicsit az egész Európában, vagy Kelet-Európában a munkára szánt embereket, a rabszolgamunkára szánt embereket. Nem tudjuk. És ilyen jellegű kutatásokra még nagyon kíváncsiak vagyunk. Létezik-e méltó jóvátétel? Az ember képes-e arra, hogy meg nem történték tegye ezt az egészet? Egy valaki van, akinek trónja, kereszt, koronája, több is. Ő, aki méltó elég tételt tud adni. Ő, aki békévé tudja oldani az emlékezést. Mert az ember fölkiált egy embertelen világban, hogy miért? Miért kellett ennek megtörténnie? Miért kellett emberek sokaságának a méltóságokat elveszítve emberhez méltatlan módon elpusztulni? Miért volt erre szükség? Erre alig tudunk választ adni. A kiállítás megtekinthető január 17 és február 2-a között hétköznapokon 8-tól 4 óráig.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából nyílt meg a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtárban az a kiállítás, ahol kalocsai és környékbeli képzőművészek alkotásai láthatók. Ezzel egy újabb kiállítótér jött létre a városban. Egy évig lesznek ezek a festmények, grafikák, szobrok az épület folyosóin, majd újabbak kerülnek a helyükre. Kis István vezényletével közel 20 alkotó válogatott az elmúlt évek terméseiből. Ez alkalomból rendeztek kiállítás megnyitót január 22-én a Magyar Kultúra Napján, melyet dr. Bálint József, Kalocsa város polgármestere is köszöntött. Úgy gondolom, ezt a jeles napot méltóképpen nem is tudnánk ünnepelni, mi mind itt Kalocsán. Véleményem szerint mindannyiunkat jóleső büszkeséggel tölt el, hogy környékünkön ennyi kiváló művész alkot műhelyi mélyén, és most ez a munka eléri célját, beérik a gyümölcs, és el tud jutni a befogadó közönséghez. A festmények itt körülöttünk a falakon, valamint a földszinten, és az első emeleten látható szobrok mind-mind helyi és környékbeli alkotók közelmunkáját dicsérik. Nem vitatható, ezek az alkotások magas kulturális értéket képviselnek, és ezzel a kiállítással ez az érték a város kulturális életét gazdagítja, színesíti. Az itt látható képek gondos válogatásában és a kompozícióban mutatják be a környék művészeinek sokszínűségét, különféle vonulatait, színesebbé varázsolják Kalocsa kulturális életét, helyszínt teremtő ezzel a művészetek iránti érdeklődőknek. A Kulturális Központ igazgatója dr. Magóné Tóth Gyöngyi is szólt pár szót elöljáróban a Szép Művészeti Múzeum már elvitt szobrairól, majd arról, hogy hogyan jött létre ez az új kiállítótér. Gondolkodni kezdtünk, hogy ezt a teret hogyan tehetnénk hasznossá. Nagyon örültünk, amikor átköltözött ide a könyvtár, hiszen egy méltó épülete, vagy egy méltó helyszíne ez az épület a művészeteknek, és gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne ezt a dolgot, ezt a területet szépen belakni. És akkor jött az ötlet, hogy adjunk helyet itt a Kalocsai Kortárs Művészeti Klub tagjainak, a helyi alkotóknak. Ezekhez csatlakozott nem helyi alkotóként Lisányi Endre is. És de mikor? És hogyan? És összeültünk beszélni, hogy hogyan is legyen ez. A legjobbnak a Magyar Kultúra Napját tartottuk, amikor ezt ősszel eldöntöttük, hogy akkor mindenki hozza be, amit szeretne kiállítani. Ez így is történt. Miért jobb helyszín ez bizonyos szempontból, mint egy kiállítóterem? Elmondom. Szerintem azért, mert egy kiállítóterembe konkrét céllal megy be az ember, meg akarja nézni, hogy ott mi van kiállítva. Oda az megy be, aki meg akarja nézni. Ide meg az is bejön, aki nem olyan céllal jön ide, hogy ő kiállítást akar nézni, hanem ő a gyermekkönyvtárba hozza a gyerekét, az angol tanfolyamra hozza a gyerekét, jön a népdalkörnek a próbájára, és legfőképpen jön könyvtárba, jön a kamarateremnek a gyönyörűbbnél gyönyörűbb előadásaira. Tehát ha akarja, ha nem, a mű szembe jön vele. Én úgy gondolom, hogy ez azért egy nagyon szép tér, és ezt gyönyörűen a könyvtárosok be is lakták. Hangsúlyozom, hogy nem csak itt a második emeleten vannak képek, hanem a lépcsőfordulóban is vannak, az első emeleten is vannak, Lisányi Endre képe ott van a lépcsővel szemben, majd beszélek róla, illetve a földszinten is vannak, szobrokat is elhelyeztünk. A már többször is említett Lisányi Endre, a keceli származású képzőművész alkotása egy triptihon, mely az első emeleten rögtön szembe jön az emberrel, igazán különös technikával készült. Nagyon sokan csak úgy ismernek, hogy aki rengeteg madzagot használ, például a helyi mezőgazdasági boltosnak én vagyok az egyik kedvencem. Emellett azért természetesen mindenféle más technikát is használok, de hát hosszú időn keresztül jóformán csak spárgát használtam. Ennek a triptihonnak a két szárnyát hát teljesen spárga borítja, spárga örvények képezik, és aztán hát ezt használom festővászonként, hiszen van rajta a festett rész is, festett aranyozott rész is. Miben más ez az alap, ez a spárgás alap? Egyáltalán megvan már akkor maga a festmény, amikor ezt az alapot elkészíti, vagy ahogy ezek a szövevények, ezek a tekergetések vannak, az adja meg, hogy mi lesz rajta? Hát, hogy valami nagyon okosat mondjak, én azt hiszem, hogy
az így készített, mondjuk festő alapnak egészen más a metafizikája, mint a vásárolt festővászonnak, és azt hiszem, hogy ezért szerettem meg. Itt azok a végtelen örvények, azok már önmagukban is tulajdonképpen egy síkdomborművet alkotnak, nem is ragaszkodom ahhoz, hogy festménynek vagy táblaképnek tekintsék. Ahogy ezt a Magonó Tógyöngy is említette, egyfajta fénycsapdaként működik, hiszen ez a finom felületen az árnyékok, ezek tényleg a megvilágítástól függően folyton változnak. Azt szoktam mondani, hogy fénycsapdaként működik. Amikor itt látta legelőször, és azért ez tényleg egy hatalmas méretű kép, és az embert úgy arcul csapja, amikor följön a lépcsőn. Kicsit ilyen hatásban gondolkodott, amikor teret keresett neki, vagy amikor ezt így kitalálta? Na most az a helyzet, hogy egy képzőművészeti alkotást bármilyen térbe elhelyezni, azt nem egy egyszerű feladat. Tehát azért annak vannak szabályai, és legfőképpen arra kell gondolni, hogy valamilyen viszonyba kerül majd az az alkotás a környezetével, másképpen a szobrok, másképpen a festmények. Ez különösen megnehezítheti a dolgot az, hogy egy ilyen régi épületbe kerül mondjuk egy modern műalkotás. Tegyük hozzá, hogy külföldön azért vannak ilyen tendenciák, hogy nagyon régi építészeti terekbe kortárs műalkotásokat helyeznek ki, nagyon erősen belekeverve a régi emlékek közé. Na most, hát arról természetesen lehetne beszélni, hogy a kihelyezés az hibátlan-e vagy sem. Úgy gondolom, hogy talán jobb helyre is lehetett volna, már úgy értem, hogy az épületen belül elhelyezni, de azt is gyorsan hozzá kell tennem, hogy azért ennek számos akadálya van, tehát ilyen banális dolgokra kell gondolni, mint például az ajtók magassága, a mozgásérzékelőknek az elhelyezése, a már felszerelt lámpáknak a helyzete, vagy például a szobortartó konzoloknak az elhelyezése. Hát kompromisszumot kellett kötni, és hát végül is ide került ez a kép. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, magazinunkkal egy hét múlva újra jelentkezünk. További szép estét kívánok, viszontlátásra!